Ötödik rész. És látték annak jobb kezében, aki a királyi székben ült, egy könyvet, amely be volt írva belül és hátul, és le volt pecsételve 7 pecséttel. És látték egy erős angyalt, aki nagy szóval kiálta, ki volna méltó arra, hogy felnyissa a könyvet és felbontsa annak pecséteit. És senki, sem mennyen, sem földön, sem föld alatt, nem tudta a könyvet felnyitni, sem ránézni. Én azért igen sírok vala, hogy senki nem találtaték méltónak a könyv felnyitására és elolvasására, a ránézésre sem. És egy a vének közül mondanékem, ne sírj! Ímé győzött a Júda nemzetségéből való oroszlán, Dávid gyökere, hogy felnyissa a könyvet és felbontsa annak 7 pecsétét. És látték a királyi szék és a 4 lelkes állat között és a vének között egy bárányt állani, mint egy megölettet. 7 szarva és 7 szeme volt, ami az Istennek 7 szelleme, amely elküldetett az egész földre. És eljöve, és elvevé a könyvet a királyi székben ülőnek jobb kezéből. És amikor elvevé a könyvet, a 4 lelkes állat és a 24 vén leborult a bárány előtt, mindeniknél hárfák és aranypoharak lévén jó illatokkal tele, amik a szentek imádságai. És éneklének új éneket mondván, méltó vagy, hogy elvedd a könyvet és megnyisd annak pecséteit, mert megölettél és megváltottál minket Istennek a te véred által, minden ágazatból és nyelvből és népből és nemzetből. És tettél minket, ami Istenünknek királyokká és papokká, és uralkodunk a földön. És látám, és hallám a királyi szék, a lelkes állatok és a vének körül sok angyalnak szavát, és az ő számuk 10 000-szer 10 000 és 1 000-szer 1 000 volt. Nagy szóval ezt mondván, méltó a megöletett bárány, hogy vegyen erőt és gazdagságot, és bölcsességet és hatalmasságot, és tisztességet és dicsőséget és áldást. Sőt, hallám, hogy minden teremtett állat, amely van a mennyben és a földön, és a föld alatt, és a tengerben, és minden, ami ezekben van, ezt mondja vala, a királyi székben ülőnek és a báránynak áldás és tisztesség, és dicsőség és hatalom örökkön örökké. És a 4 lelkes állat mondja, ámen. És a 24 vén leborult, és imádá az örökkön örökké élőt.